ez a mostani júniusi kánikula, ami egyik pillanatról a másikra köszöntött be, ugye a tavasz az teljesen kimaradt, ez is sajnos azt mutatja, hogy változik az időjárásunk, és egyre nagyobb melegekre lehet számítani, egyre gyakrabban lesznek nagy melegek. Ugye erre azt mondják sokan, hú, hát régen is volt kánikula, ez így van, tehát régen is voltak kánikulák, csak most már ezek a hőhullámok egyre gyakrabban fognak előfordulni, egyre nagyobb az amplitúdójuk, tehát egyre nagyobb melegek lesznek egyre gyakrabban, egyre tovább. Tehát sajnos nekünk kerttulajdonosoknak föl kell készülni arra, hogy ezekkel az időjárási viszonytagságokkal is meg tudjunk küzdeni, és életbe tudjuk tartani a kertünket. És ugye a legnehezebb része ennek az az öntözés, hogy hogyan tudjuk megfelelően vízzel ellátni a kertünket, ami nélkül ugye nem lesz kert. Úgyhogy ezzel kapcsolatban osztanék meg most veletek néhány hasznos tippet. Először is gyűjtsük a vizet, tehát ha módunk van rá, akkor gyűjtsük össze az esővizet. Egyrészt azért, mert az esővíznél nincsen jobb a növények számára, ugye nincsenek benne kemikáliák, se klór, nem kemény, egy nagyon kellemes, lágy, vegyszerektől mentes vizet kapunk, amit nagyon szeretnek a növények. Hát másrésztről pedig ugye ezzel rengeteg vizet megspórolhatunk, ami a vezetékes rendszerből jön, tehát én azt javaslom, hogy mindenki szerezzen be egy ilyen jó kis egykövis víztartályt, ha tud, vagy építsen vízgyűjtő ciszternát és gyűjtse a vizet, hiszen egy-egy ilyen lezúduló nagy esőnél akár több köbméternyi vizet is össze tudunk gyűjteni, amit aztán később föl tudunk használni. Nyilván nagyon nagy segítség a kertben, hogyha van egy furt kutunk, de sajnos az a tendencia, hogy a talajvíz szintek is kezdenek csökkenni, ugye egyre többet öntözünk a talajvízből, és ezek bizony egyre csökkennek, tehát egyre mélyebben lehet vizet találni. Szóval én azt mondom, hogy inkább az esővízre tegyük a voksunkat, gyűjtsük, mert jó. Egy nagyon egyszerű módja annak, hogy spóroljunk a vízzel az, hogy olyan csaptelepeink vannak, amik nem csöpögnek. Elképesztően sok víz pazarlódik el azáltal, hogy rossz minőségű csapokra vannak szerelve ezek a kerti eszközök, és egy csöpögő csappal eszméletlenül sok vizet el tudunk pazarolni. Tehát nem tűnik soknak az az egy-egy csepp, ami mondjuk szivárog belőle, de napokon, hónapokon keresztül ez több köbméternyi vizet jelenthet. Biztos, hogy már nagyon sokszor hallottátok, de szerintem érdemes ismételni, hogy nagyon fontos, hogy mikor öntözünk. Ugye a legideálisabb időszak az a reggel, hiszen ilyenkor még nincsen annyira meleg. Ugye ez azért fontos, mert ha nagy meleg van, akkor a víz egy jelentős része elpárolog, miközben öntözünk. Arról nem is beszélve, hogy leforrázhatjuk a növényeinket, amik mondjuk föl vannak forrósodva a napon, és nem tudom, 30 fokos a levelük, és mi pedig jó hideg vízzel leöntjük őket. Ugye itt föl is szokott merülni ez a kérdés, hogy na jó, és hogyha esik az eső az nagyon más, mert az eső az egy langyos valami, ami azonos hőmérsékletű, vagy közel azonos hőmérsékletű a levegővel, a csapvíz az pedig nagyon hideg, tehát hogy itt van egy különbség a hőmérsékletben, tehát így nem veszélyeztetjük a növényeinket sem, hogyha reggeli órákban öntözünk, de egyébként célszerű nem magát a növényt egészben öntözni, hanem csak mondjuk a tövéhez, ezzel is spórolhatunk vizet. Lehet az esti órákban is, de azért nem annyira célszerű este öntözni, mert akkor viszont nagyon sokáig nyirkos marad a növény szára, mondjuk, hogyha rámegy, már pedig azért általában rámegy a víz, és ez kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának, tehát ezért szokták mondani, hogy inkább a reggeli órában kezdjük ezzel a napot, én azt szoktam, hogy iszom egy kávét, és akkor utána körben megyek, ez kifejezetten egy ilyen kellemes rituálé ez a reggeli öntözés. Ami szintén nagyon sokat segít, hogyha nem öntözünk minden nap, hanem inkább csak egy-két naponta öntözünk. Nyilván, amikor ilyen gigantikus kánikula van, és 36 fok van napközben, akkor nem nagyon lehet kihagyni napokat, de amikor azért normálisabb idő van, akkor igyekezzünk néhány naponta öntözni. Ez ugye azért jó, mert ezzel arra kondicionáljuk a növényeinket, hogy ne a felszínen tartsák a gyökereiket. Tehát ha gyakran kapnak kevés vizet, akkor arra fognak berendezkedni, hogy ó, mindig kapom a vizemet, fölösleges energiát pazarolnom arra, hogy a gyökereimet mélyre növesszem, elég, hogyha itt a felszínen hagyom őket. Mi pedig azt szeretnénk, hogy a jó mélyre hatolnának a gyökereik, mert hogy így sokkal stabilabbak lesznek a növények, és ha esetleg valamikor nem tudjuk öntözni őket, akkor is össze tudják szedni a mélyből azt a nedvességet, tehát ez sokkal-sokkal jobb, ráadásul a talaj sem tömörödik annyira, tehát hogyha gyakran öntözünk keveset, akkor a talaj elkezd megkeményedni, összetömörödni, tehát reggelente, ritkábban és akkor bőséggel.
A különböző öntözési technikákkal is sokat spórolhatunk. Talán a legelterjedtebb a csepegtetős öntözőrendszer, ami nagyon jó, mert hogy kifejezetten célzottan arra a területre egész kevés vizet juttat, tehát csak a növények szárához, de ezzel, hogyha ez megfelelően be van állítva, akkor ezzel a kevéske vízzel is ellesznek a növényeink. De ha a saját portékámat is ajánlathatom, nagyon jó megoldás a víztározós magas ágyás. Ugye itt is az van, hogy nem párolog az a víz, tehát alul van egy víztározóban, a növény az pont annyit tud felvenni abból a vízből, ugye alul lefelé mennek a gyökerei, megkeresi a vizet, mint ahogy egyébként a talajban is normálisan van, hogy lent vannak a rétegek, itt is az történik, hogy mondjuk a paradicsomunk szépen megtalálja ezt a vizet magának, és mindig annyi vizet tud felvenni, amennyire éppen szüksége van, nincs az, hogy esetleg kiszárad a földje, és közben pedig azért nincs akkora párolgás. Szintén nagyon jó technika a hügelkultúrás megoldás, ugye, ami a hügelkultúrás dombágyásokba jön. A lényege az, hogy ezekben az ágyásokban rengeteg régi fát, fatuskót, farönkölt, faágat tettek bele annak idején a kertészek, és én ezt alkalmaztam a magas ágyásaimnál is. Ez azért jó, mert ezek a régi korhat fák, ezek szivacsként szolgálnak, fölszívják, magukba szívják a vizet, és hát nyilván ezt szépen le tudják adni a növények számára a későbbiekben, tehát víztározóként működnek. Arról nem is beszél, hogy szépen lassan bomlanak, és ezzel táplálják a növényeinket. És akkor itt jutunk el oda, hogy nagyon fontos a víz háztartás szempontjából az egészséges talajt. Az egészséges talaj sokkal jobban tartja a nedvességet. Tehát az a talaj, amiben van levegő, van szerkezete, van benne szerves anyag, az nem fog úgy kiszáradni, nem tud úgy összetömörödni. Tehát abban sokkal jobban megmarad a víz, nem szalad át rajta úgy a víz. Tehát egy élettelen műtrágyával kondicionált talaj, abban nincsen sok élet, azon csak átszalad az a víz. Tehát arra kell törekedni, hogy a talaj az egészséges maradjon, ezért is forszírozom én mindig mindenhol, hogy ne használjunk műtrágyákat, mert a műtrágyák szépen lassan kiégetik, tönkreteszik, elölik a talajt. Tehát maradjunk a szerves tápoknál, a természetes megoldásoknál, hosszú távon ez lesz a kifizetődő. És ha már a talajoknál tartunk, akkor érdemes megemlíteni még egy fantasztikus biológiai segítőt, ezek pedig a mikoriza gombák, amik szimbiózisba lépnek a növényekkel, összefonódnak a gyökereikkel, ezek a gomba hálózatok, gomba fonalak, és akár 70%-kal nagyobb lesz ezáltal a növény gyökér hálózata. Ugye ennek az a lényege, hogy a növény az glükózt, cukrokat ad a gombának, a gomba pedig összeszedi a tápanyagot, meg összeszedi a vizet, ugye ezek a nagyon-nagyon vékony, a hajszánál is sokkal vékonyabb gombafonalak be tudnak jutni olyan helyekre is, ahová a növény gyökere nem jut be, így tényleg akár 70%-kal több vizet tudnak fölvenni. Tehát az olyan kukoricaföldek például, amit ilyen mikorizás készítménnyel kezeltek, akár háromszor annyi termést tudtak hozni, ugyanannyi öntözéssel, ugyanannyi törődéssel, mert a növények sokkal több vizet és tápanyagot tudnak természetes módon fölvenni. Tehát ezekben a száraz, aszályos időszakokban nagyon fontos, hogy ezzel tudjuk segíteni a növényeinket, mert hogy ugyanazzal a vízmennyiséggel a növények sokkal inkább ellesznek. Mulcsoljunk, mindig mulcsoljunk, mert hogy a szabadon hagyott földfelületek a legrosszabbak. Nem véletlenül, hogy a természetben nem találunk ilyet. Ugye a természet mindig arra törekszik, hogy ne legyen szabadon hagyott földfelület. Ugye a gyomok azok pontosan azért jelennek meg, mert a természet próbálja ezeket a megbolygatott területeket begyógyítani, és azonnal megjelennek a gyomok, ugye ezek azok, amik rekultiválják a megbolygatott talajt, hogy a gyökereikkel elkezdik fellazítani, leárnyékolják, elpusztulnak ezzel, pedig táplálják a talajt, mert a gyökereikkel meg méről hoznak föl mindenféle tápanyagot. Tehát a természet is arra törekszik, hogy ne legyenek csupaszon hagyott földterületek. Mi is törekedjünk arra, hogy ne legyenek üres helyek, ezt a permakultúrában nisnek hívják, tehát ne maradjanak nisek a kertben, ahol kiszáradhat a föld, megjelenhetnek a gazok, tehát egy szépen benőtt ágyásban nem sok dolgunk van se a gazokkal, sem pedig a mulcsolással, mert egyszerűen összezár a növényzet, és nem tud úgy párologtatni, nem süti olyan direktben a nap a felületet, nem szárítja ki úgy a földet. De próbáljatok arra törekedni, hogy mindenhová ültessetek valamit. Azért ez nem rossz dolog, mert hogy rengeteg mindent el lehet ültetni. Használjatok talajtakaró növényeket, évelőket, és hozzatok létre jó kis zárt, tömött ágyásokat, és azokkal sokkal-sokkal kevesebb gondotok lesz. Nem csak öntözés szempontjából, hanem például a gazok szempontjából is. Ott már nem tudja fölütni a fejét a gaz, mert hogy a kultúrnövényeink el
elfoglalják a területet, a gazok megkeresnek olyan helyet, ahol nem kell egyéb vetétársakkal küzdeniük. Tehát mindig takarjuk valamivel a talajt, ezzel nagyon-nagyon-nagyon jelentősen csökkenthető a párlóktatás, arról nem is beszélve, hogy a gazokkal sem gyűlik meg úgy a bajunk. Erre elég sok módszer áll rendelkezésünkre, használhatunk valamilyen talajtakaró szövetet. Ebből vannak ugye műanyag talajtakaró textíliák, vagy geotextíliák, vagy pedig választhatunk olyan lebomló anyagot is, mint például az a kender talajtakaró, amit én idén használtam. Ugye ezek szépen lemulcsolják a területet, de közben aztán majd szépen lassan lebomlanak, egy év alatt nagyjából, tehát nem keletkezik egy csomó műanyag hulladék a hatásukra, és egyébként a bomlás közben valamelyest táplálják is a talajunkat. De nagyon egyszerű, hogyha nem akarunk ilyesmit használni, akkor például használtunk szalmát, vagy fűnyesedéket. Tehát én például mindig felhasználom a fűnyesedéket, amit a kertben levágtam, és azzal szoktam mulcsolni. Itt láthatjátok, ezt az ágyást például fűnyesedékkel mulcsoltam. Fölül a fű az már száraz, ez ugye azért szépen lassan le fog bomlani, nem is olyan lassan, viszont alatta nedves marad a talaj sokkal tovább, mint például itt, ahol még nem tudtam, mert nem volt elég fűnyesedékem, ahol már kezd is kiszáradni a felső réteg. És a végére hagytam a legfontosabbat, ez pedig maga a kert tervezés. Tehát, hogy olyan kertet alakítsunk ki, ami alkalmazkodik a megváltozott klímához. Tehát nincsen teleültetve például olyan növényekkel, amik nagyivók. Tehát amik csak természetes élőhelyükön mondjuk nagyon sok nedvességet és párás levegőt igényelnének, hanem olyan növényekkel, amik bírják. Tehát strapabíróbb növényekkel, amik egyébként is el vannak kevesebb vízzel. Próbáljuk meg ezekből minél többet ültetni. És hát sajnos a gyepeinket is hát minél kisebbre kellene visszaméretezni, ez nekem is egy nagy probléma, mert nekem is van egy hatalmas nagy gyepem, nagyon szeretem, de látom, hogy a gyepnél nincsen erőforrás igényesebb dolog a kertben, rengeteget kell öntözni, rengeteget kell vele foglalkozni, nincsen árnyék felette, tehát folyamatosan tűzi a nap, úgyhogy sajnos ez nagy probléma, és én is azt tervezem, hogy le fogom csökkenteni a gyepem méretét, illetve fákat fogok ültetni a gyepbe is, hogy egy kis árnyékolás legyen. És akkor itt jön be az egyik legfontosabb dolog, hogy árnyékolnunk kell. Tehát el kell felejteni az olyan kerteket, amikből sajnos még mindig nagyon sokat látok, ahol hát van körbe egy-két tuja, vagy egy-két cserje, és egyébként az egész egy nagy gyep felület, mert hogy nem fogjuk tudni ezeket fönntartani, ezeket a fajta kerteket, ugye amik egyébként is Angliából származnak, ahol jóval több a csapadék, itt a mi klímánkon ezek abszolút nem helytállóak. Ezeket szépen lassan le kell cserélni olyan kertekre, ahol sokkal több az évelő, mert ahogy mondtam, ugye az évelők, egy jó benőtt évelő ágyás azért sokkal kevesebb vizet igényel, arról nem is beszélve, hogy a beporzóknak sokkal jobban kedvez. Tehát, hogy olyan kerteket kell kialakítanunk, amik sokkal inkább el vannak ezen a meleg klímán, és ennek a kulcs szereplői a fák. Tehát sokkal-sokkal több fát kell ültetni a kertünkbe, sokkal több árnyékot kell létrehozni. Hát itt is szépen üldögélek a gyönyörűséges nyírfám árnyék, és hát nem tudom, biztos, hogy legalább 10-15 fokkal hűvösebb van, mint kint a napon, tehát nekünk is sokkal jobb, és a kertünknek is sokkal jobb. Itt vannak ezek a fantasztikus élőlények, a fák, amik árnyékot adnak, megkötik a széndioxidot, tehát ültessetek sokkal több fát a kertbe, alakítsatok ki árnyékos zugokat, ne aggódjatok amiatt, hogy nem fognak a növények megmaradni a fák alatt, tehát nyilván nem kell mondjuk nagyon sűrű fenyő erdőt ültetni, hanem olyan fákat kell ültetni, amik azért valamelyest engedik a napfényt, vagy olyan sűrűségben kell őket ültetni, de mindenféleképpen fel kell használnunk a fák árnyékoló és hűsítő hatását ahhoz, hogy olyan kerteket tudjunk fönntartani, amik bírni fogják ezt a megváltozott klímát, mert sajnos ezzel számolni kell, tehát akármennyire nem akarunk ezzel szembenézni, bizony ez a klímaváltozás ez itt van, és a Kárpát-medencét nagyon komolyan fogja érinteni, tehát fel kell erre készülnünk, és nem fogjuk tudni öntözéssel, folyamatos öntözéssel ellensúlyozni ezt a folyamatot, hanem a kertjeinket kell úgy alakítani, hogy klímaváltozás tűrőek legyenek.
Hát remélem tudtam néhány újdonsággal szolgálni, és néhány hasznos tippel. Ha igen, akkor legyetek szívesek nyomni egy lájkot. Ha még nem tettétek volna meg, akkor legyetek oly kedvesek, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg az értesítés gombot is, hogy rögtön és azonnal értesüljetek a friss videóimról. És ha szeretnétek támogatni a csatornát, mert hát ugye ez munkával jár ezt a csatornát fönntartani, akkor legyetek szívesek, látogassatok el a Kertshopba, és vásároljatok valamit, egy csomó tök jó portékánk van, és ezzel segítitek a munkánkat, és nektek is jó lesz. Köszönöm a figyelmet, és ne felejtsétek, a boldogság a kertben terem.